Üdvözöllek, drága barátom, itt nálunk. Szia, Laci! Ismét együtt vagyunk, ismét lakóautók. Előző videónkban már beszéltünk arról, hogy mi a különbség a lakóautó és a lakókocsi között, melyiknek mi az előnye és hátránya. Most egy kicsit tovább boncolgatjuk ezt a kérdést a lakóautókra bontva, és megnézzük, hogy mi a különbség a camperben, a félintegrált és az integrált lakóautó között, melyik mire jó, mik az előnyei, hátrányai. Ha jól tudom, te ebben is szakértő vagy, nem csak a lakókocsis kérdésben. Folyamatosan camper vanekbe utazunk, itt Európán belül. Többfajta típust használunk, amit majd itt a kedves nézőknek be fogunk mutatni. Visszatérve a kérdésedre, a camper van és a félintegrált, az integrált lakóautók között az a különbség, hogy a camper vanek viszonylag kisebb autók, 540-től 640-ig terjednek méretükbe ezek az autók. Én úgy érzem, hogy ezekkel az autókkal sokkal könnyebb közlekedni, mivel biztonságosabbak ezek az autók, fémfelépítésű autók, fémkasznira, különböző márkákba épülnek be, mint Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Mercedes, vagy a hátunk mögött VW adott esetben. A fém felépítmény miatt, ahogy már az előbb említettem, biztonságosabbak, temposabban lehet közlekedni, de a legfontosabb az, hogy kisebb helyekre is be tudunk menni, parkolni szűkébb utcákra, és bivakolás szempontjából egy picit jobban el tudunk bújni azokon a helyeken, ahol talán tiltott a nagyobb lakóautókkal, vagy a felépítményautókkal, integrált, félintegrált autókkal a közlekedés. És ugye alapvetően, ahogy itt is látható, sportolásra vannak ezek tervezve, ami fura lehet sokaknak, hiszen a nagy félintegrált integráltakban több helynek tűnik, mégis ezeket mondják a sportolók kedvencének, most mindegy, hogy hegyi kerékpározás, szörfözés, és igazából ezeket fogjuk majd bemutatni, hogy igen, ezekbe el lehet rejteni ezeket a 2-3 méteres cuccokat is, ami elsőre furának tűnhet, hiszen méretre kisebbek. Igen, ezek az autók azért helyileg szűkösebbek, nyilvánvaló komfortérzésbe is ezt észre lehet venni, tapasztalni, de azt mondom, hogy ha az ember kipróbálja az ilyen típusú autókat, akkor nagyobb valószínűséggel bele is fog szeretni. Én nagyon nagy lakóautóval, egy alkovos lakóautóval kezdtem el lakóautózni 2005 óta, és több mint 10 évig ilyen típusú autóval közlekedtem, de a fogyasztás, a közlekedés szempontjából, a parkolás, csak kempingekbe tudtam vele menni, úgy döntöttem, hogy egyszer kedves barátom felajánlására kipróbáltam egy campervent, egy ilyen kis custom wagont, ahogy a németek mondják, és bringázni mentem el vele Ausztriába, Leogánkba, és még akkor a garázsban nem is tudtuk a bicikliket bepakolni, hanem a 3-as, 4-es ülés helyére az első kerék kivételeve beraktuk a biciklit, és olyan szinten megszerettük a feleségemmel ezt a kis, kompakt lakáskát, hogy azt mondtuk, hogy mivel gyorsabban tudunk közlekedni, talán fogyasztásba is tudunk spórolni, úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk, és megvettük életünk első campervenjét 2015-ben. Aztán onnantól kezdve jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy picit itt a gyártoknál közreműködve a felépítménybe is hozzá tudunk tenni, esetleg a garázs méretek átalakításában meg, hogy tudjuk, milyen típusokat tudunk használni szörfözésre, snowboardozásra. Elkezdtünk tervezgetni, méregetni, és úgy több modell velünk szembe jött, amiket kisebb-nagyobb átalakításokkal mi átalakítottunk a sportos életformához, és megszülettek olyan típusok, amiket simán ki tudunk használni télen-nyáron, bringázásra, szörfözésre, vingezésre, kájtozásra, úgyhogy én úgy érzem, hogy nekünk, akik általában ketten, vagy maximum egy kisgyerekkel utazunk, a campervan autók jobban megfelelnek, mint egy félintegrált vagy egy integrált autó, ami önmagában sokkal komfortosabb, de macerásabb vele kompozni, közlekedni és végképp bivakolni, meg elbújni olyan helyekre, ahol úgymond úgy gondolják, hogy ez egy furgon, és a rendőrök szemet csuknak nekünk, és megengedik, hogy mi is ott parkoljunk. Hozzáteszem, mivel fémautókról beszélünk, itt is nagyon-nagyon intelligensen ki kell találni, hogy mit pakolunk, hogyan extrázzuk az autókat, a szolárrendszerünkkel, az inverterekkel, meg sok más elektronikai kütyűvel. De én azt mondanám, hogyha súlyt nézzük, azért a félintegrált, meg az integrált autók is általában olyan súlya rendelkeznek, mint a campervenek, sőt, mi több, talán ők a felépítmény miatt könnyebbek is. A műanyag
GFK felépítés miatt könnyebbek is, de erre figyelni kell. Nagyon-nagyon figyelni kell, mert mostanság most már nem vicc, ez a súlykorlátozás. Jó, akkor menjünk, itt ki van állítva négy fajta lakóautó, sőt van ugye egy rendes félintegrált is. Meg tudjuk nézni egyesével, hogy melyiknek mi az előnye, melyik milyen sportra igazán alkalmas. Menjünk végig egyesével. Jó, rendben. Na, mit kell tudni erről a kis púposról, ahogy én hívom? Akkor kezdjük, a kedves nézőknek bemutatjuk a Weinsbergtől a Carabus 600 MQH típusú campervan, custom wagon. Ő gyakorlatilag egy 6 méteres, középmagas campervan, aminek a tetején egy felépítménnyel látták el az autót. Ezt az autót közkedvelten mi szörfőzésre használjuk, és amikor először lett lehetőségem egy ilyen autót megvenni, egy kicsit a formavilággal nem voltam megbarátkozva, de nagyon gyorsan kitaláltam azt, hogy ebbe az autóba nagyon-nagyon könnyen fogok tudni szörffelszereléseket használni, szállítani. Nem mondtad, hogy ebben a rövid autóban elfér egy szörfdeszka? Hát ebben a rövid autóban sajnos most nem ebbe pakoltuk be a szörfdeszkákat, de ebbe az autóba fér el a legkényelmesen minimum kettő, de akár három szörfelszerelés is. Ez úgy, hogy állva lesznek bent, ez a rész így fölemelkedik, ide és ide be állítva befér kettő darab komplex szörfelszerelés, marad még egy fél ágyunk, és elől az autóba van egy nagyon-nagyon nagy ágyunk, ami 140 centi széles, 2 méter 10 hosszú. Tehát én azt mondom, hogy ez az autó, ha így normál állapotban van, akkor viszonylag egy nagy garázssal rendelkezik. Hozzá kell tennünk, hogy ezt a garást mi megemeltük gyárilag. Gyakorlatilag a garázs magasság az 75 centin lenne ez a vonalba, és 90 centi magasra van emelve azért, hogy könnyen be tudjunk alá pakolni sportfelszerelést, vagy akár bicikliket. Nagyon könnyen be tudjuk pakolni az e-bike-jainkat, első kereket kivesszük, fölfordítjuk, van egy spéci tartórendszerünk, amit majd a következő autóban bemutatunk nektek, ahogy tudjuk rögzíteni a bicikliket, teljes ideális snowboardozásra, síelésre, téliesített autó, egy Truma gázos fűtéssel rendelkezik, egy Truma 6-os gázos fűtéssel, közkedvelten használtuk meg, használjuk ezt az autót télen is, nyáron is. De igazából ez az autó szörfösöknek alkalmas, egy olyan házaspárnak, ahol van esetleg egy gyerek, és akkor a kedves család, a szülők elől alusztak a nagy ágyon, gyerekek hátul, vagy egyedül a gyerek, és akkor simán lehet vele szállítani windsurf-felszerelést. Nagyon sokat járunk vele a Gardatóra, Szardiniára, de alkalmas wingre. Ahogy látjátok, most kite-felszereléssel pakoltuk be, mert minden autót bepakoltunk nektek valamivel. Szóval ennek egy érdekes ágy megoldása, igen, van, amivel nem veszel helyet. Egy viszonylag nagyon nagy belmagassággal rendelkezünk, körülbelül 2,70-es belmagasságunk van, a külső magasság az autónak 2,82. Van egy Hubet nevezetű ágy, ami egy sínrendszeren működik, ezt megfogjuk, és előre tudjuk húzni, és így nyerünk egy 2 méter 10 x 140 centis ágyat, ami két felnőttnek is megfelel, vagy gyerekeknek, de ami a nagyon jó, hogy ez az ágy alatt simán egy 1,75-1,80 centis, egy picit én most már lehajoltam, simán el tud közlekedni. És esetleg, amikor kempingezünk, vagy bivakolunk, a gyerekek fönt játszanak, számítógépeznek, a szülők alatta tudnak dolgozni, a konyhába lehet főzni, sütni, így van, sőt, mi több, kényelmesen lehet rajta alatta ülni, minden szempontból megfelel. Praktikumként ez az autó akár négy főnek is tökéletes tud lenni, hangsúlyozom, hogy két felnőtt, két gyerek. Mit kell tudni erről a második autóról? Ezen is lehet fönt lakni, de kicsit olyan, mintha egy sátor lenne a tetejével. Igen, ez a camperveneknél most egy nagyon nagy divat, hogy az összes campervan gyártó elkezdett ilyen típusú autókat is gyártani. Most előttünk van egy Knaus Boxlife 600 MQH, gyakorlatilag ez ugyanúgy, mint a Weinsberg előző autónk, ez egy 6 méteres autó, ugyanúgy egy közép magas autó, de a tetején rendelkezik egy ilyen nyitható tetőrésszel, fönt van egy nagyon nagy ágyunk, ami körülbelül olyan 2 méter 20 per 145 centiméter, fönti részen akár két-három felnőtt is
kényelmesen el tud aludni, de kettőnek nagyon kényelmes. Egy picit a létrán való feljárás az talán egy bulizós este után nehezebb, de gyerekek kifejezetten élvezik ezt a lehetőséget. Egyébként hozzáteszem, hogy egy elég spéci, impregnált anyagból készül, tehát semmiféleképp nem fog beázni, egy nagyon kemény, rugos szerkezettel rendelkezik, bírja a szelet, ugyebár mi szörfösök vagyunk, szeretjük a vízisportokat, a szeles helyekre utazunk, már leteszteltük egy 30-40 km/h szélbe se abszolút stabilan állt az egész sátorrész. Külön le lehet a külső ponyvát bontani, marad csak egy szúnyoghálós részünk, sőt, mi több, még azt is le lehet bontani, úgyhogy az egész nyitható. Ezen felül a felső rész ugyanúgy fűthető. Tehát én azt mondom, hogy egy mínusz 2-3-4 fokig azt is leteszteltük, egy kellemesen téli takaróval el lehet benne lenni. Igaz, hogy egy frissebb érzés, de hogyha valaki szeretne a hegyekbe, vagy egy tengerparton, egy hűvösebb időszakba, óriási élményt tud nyújtani ez az egész dolog. Ez az autó a mi flottánkban a bringás oldalat képviseli, meg télen használtuk snowboardozásra is. Kinyitom nektek, megmutatom az érdekességet benne. Van egy spéci sínrendszer, amit mi szoktunk legyártani. Ugyebár a Tree Frog jóvoltából van egy villarögzítő rendszerünk, ebbe az autóba most bekészítettünk nektek egy elektromos, viszonylag nagy biciklit, mert ez egy 29-es bicikli, ebből minimum 2, de akár 3 is kényelmesen befér, úgy, hogy mi még be tudunk menni zuhanyozni, ki tudjuk nyitni a hűtőszekrényt, ugyebár ő is egy állítható ágyas, leföl liftezik az ágy, ebbe a pozícióban még akár két felnőtt kényelmesen el tud aludni egy olyan 180 centig, természetesen ebbe az autóba keresztbe alszunk, tehát nagy magassággal rendelkező úriemberek, hölgyek kellemetlenül férnek el, de a nyári időszakban, tavaszi időszakban, őszi időszakban föl lehet menni a felső részre. Én úgy érzem, hogy ez is egy kicsi, kompakt, nagyon családias autó, és hát ugyebár ez egy nagy divat, meg egy új hobbi, hogy fönt szabad levegőn tudjuk élvezni a különböző szebbnél szebb panorámát, akár a tengerpartokon, akár a hegyekben. Egy biciklizés, egy vízisportos túránk révén. Mi egyébként ezt az autót télen teszteltük, nyitott tetővel, mert mínusz 2-3 fokban voltunk, és tökéletesen működik minden benne. Akkor most átmegyünk egy igazán hosszú modellhez, ami magas is, meg hosszú is. Igen, nagyon nagy szeretettel bemutatom nektek a Knausból a Boxlife 630-as típusút. Egyébként ebből létezik Box Star, meg Box Life. A Box Life meg a Box Star között az a különbség, hogy a Box Life autóknak a hátsó ágyuk liftezhető, akár keresztbe, akár hosszába. Ebben egy olyan liftrendszerű ágy van, ami hosszába liftezhető. Ez egy kedvenc szörfös bringás autónk. Ez egy iszonyú nagy garázssal rendelkezik. Ugyebár ez az autó ez 636 hosszú, a legmagasabb, az LH3 magassággal, azt jelenti, hogy a külső magassága 278 a szellőzőrendszerekkel együtt. Ezt az autót nektek bepakoltuk, mint egy szörfös autó. Nagyon sokat utazok ilyen típusú autókkal a Gardatóra, és általában a Gardaton két különböző széljárás van. Van egy reggeli szél, meg egy délutáni szél, ezek termikus szelek, és egyik helyről a másikra kell menni, úgyhogy gyorsan be kell pakolni a felszerelést, hogy kapjunk parkolóhelyet a másik helyen. Ebbe az autóban megint 2-3 felszerelést lehet betárolni, attól függ a nagyságától, keresztbe, hosszába, ahogy szeretnénk. Egyébként ez az autó egy ilyen ágymagassággal, akár biciklis szállításra úgy alkalmas, hogy nem vesszük ki az első kereket, hanem van egy spéci sínrendszerünk, amiben
fölfogjuk a két biciklit egy túlé tartóra, úgy képzeljétek el, hogy ez a tartó közepe, itt a két fül, és ki tudom húzni egy sírendszeren, és vissza tudom tolni a bicikliket, tehát úgy is lehet szállítani. Akkor természetesen egy full bringás autóval rendelkezünk, nem egy szörfössel. És azt nézem, hogy még marad bőven fejtelen is, hogyha a bringákra engeded az ágyat. Igen. Tehát ez egy elég magas autó. Tehát megmutatom, hogy működik a rendszere ezeknek az ágyaknak, tehát így liftezhető leföl, tehát körül ez a max magasság, amire föl tudjuk állítani, így akár egy kisebb bringa csapatot is el tudunk vele szállítani. És nézzük meg belül, mert én láttam benne valami érdekességet az zuhanynál, nézzük meg, hogy az mi is. Igen, az előbb nem meséltem nektek, hogy van kétfajta fürdőrendszer, és ezt főleg a Knaus meg a Weinsberg csoportnál található, hogy van egy ilyen körfürdőszoba, ami az autó közepén helyezkedik el. Nagy kedvencem, mert sokkal nagyobb a fürdőszoba, és mivel műanyag ajtóval egy kör műanyag zuhany kabint képzel magad köré, ezért sokkal, de sokkal kényelmesebb, nem ez a függönyrendszerű. A másik típusú custom wagenjeinkben, vagy campervenjeinkben ezt a zuhanyrendszert úgy hívjuk, hogy fafürdőszoba, vagy boxfürdőszoba. Ott egybe van a WC a zuhanyzóval együtt, itt meg egy külön szeparált zuhanyzóról beszélünk, külön van egy zuhanykabinunk, meg külön van egy WC kabinunk. És hogy működik ez igazából? Mert így most, ahogy látom, megvan az élettér, tehát át tudsz járni az ágy meg az ülések között. Így van. Ez például abból a szempontból egy picit macerásabb, hogyha WC-re megyünk, akkor a zuhanykabinnak az ajtóit állítanunk kell, ilyenkor megszűnik az átjárás előről hátra. Ebből a szempontból nagyon-nagyon sokan nem szeretik ezt a fajta zuhanykabint. Nekünk, aki rendszeresen és sokat zuhanyzunk az autókba, ugyebár mivel bivakolunk, meg sokat vagyunk kempingen kívül, nekünk előnyt jelent, meg tágasabb tért a zuhanyzásnál. De azoknak, akik nem olyan rendszerességgel használják a zuhanyzót, tehát lehetséges, hogy nekünk egy picit hátrányosabb, mivel ahhoz, hogy zuhanyozni tudjunk, vagy akár csak a WC-hez be tudjunk jutni, ezért gyakorlatilag a kabinnak az ajtaját el kell forgatnunk egy irányba. Így most megkapjuk a zuhanykabint, ugyebár most becsuktam, és hogyha a baloldali kabinajtót eltolom, és majd ugyanúgy most ki fogjuk tolni, akkor így be tudok menni a WC részre. Én azt mondom, Tomi, hogy próbáld te ki magadnak, gyakorlatilag az a lényeg, hogy így behúzod, és akkor meg tudod nézni, én fölkapcsolom neked az összes világítást, hogy kapjunk szép fényt, és akkor most látni fogod a fürdőszobát. Tehát bent látod, hogy külön van a mosdokagyló, WC, és ilyenkor a zuhanyzót is teljességében tudod használni adott esetben. És még én is kényelmesen elférek benne, ami azért nagy szó, de ez tényleg fantasztikus megoldás, hogy így lehet legózni a hellyel, meg a funkcióval. És ebben meg egészen gyors az ágy, mármint a kialakítása. Elől ugyanúgy rendelkezünk egy első ágyal, amit viszonylag nagyon könnyű lehúzni. Ez egy szélességében ugyanúgy 140, viszont hosszában ez csak egy 178 centi hosszú ágy. Ez már két felnőttnek, két 170-160 centis növésű felnőttnek még tökéletes tud lenni. Itt egy 70 centis belmagassággal rendelkezünk. Itt már kényelmesen nem tudunk az autóban járni vagy főzni, viszont dolgozni, ülni az asztalnál, a családdal megvacsorázni lehet, de általában ezt a ágyrendszert nem szoktuk használni, csak akkor, amikor már mindenki nyugovóra megy, akkor szoktuk leengedni, és általában a gyerekek szokták ezt a részt jobban élvezni. Nagyon egyszerűen működik, megfogjuk és föltoljuk, rögzítjük, és már készen is vagyunk. Ez is egy olyan opció, hogy bizony ez egy opcióként lehet hozzá rendelni ezekhez a típusú autókhoz. Általában ezek a modellek ágy nélkül jönnek, de hozzá lehet konfigurálni, és akkor megint egy olyan autóhoz, egy olyan autóra tettünk szert, ahol négy fő kényelmesen tud utazni, meg pihenni is. És van itt egy nagyon érdekes lakóautó, ami kicsit olyan, mint egy normál mikrobusz, de egy műanyag felépítménnyel, és azt hittem ez lesz az első olyan custom wagen, amiben nem lesz fürdőszoba, de még ezt is megoldották. Igen, tulajdonképpen most bemutatunk nektek egy
új modellt. A Knaus meg a Weinsberg családon belül is található van, ugyanez a felépítmény Weinsbergbe is, ami egy kicsit alapabb, egy kicsit olcsóbb, és most itt bemutatjuk a Vensation Knaus modellt. Itt az a lényeg, hogy a gyártó egy VW bázisautóra egy olyan felépítményt hozott össze, ami nagyon kicsi, de nagyon kompakt, és nagyon profi szinten, nagyon átgondolva van megépítve a belse, ami szintén megint egy családosnak, egy két felnőtt, két gyerek, egy gyerek, vagy három felnőttre alkalmas kis felépítmény autó. Ez egy 6 méteres autó, kifejezetten egy 6 méteres autó, ami egy viszonylag kisebb garázsal rendelkezik, ezt igazából wingeseknek, kájtosoknak, meg esetleg bringásoknak tudjuk ajánlani. Mindjárt kinyitjuk nektek, bemutatjuk a garázst. Kisebb a garázsa, de mivel az autó szélessége nagyobb, mint egy normál campervené, custom wagené, azért volumenre kaptunk egy nem nagy, de nem is kicsi garázst. Tehát kempingezéssel, hogyha mondjuk kemping felszereléssel lesz a garázs megpakolva, arra bőven elegendő. Főleg úgy, hogyha meg akarunk felelni a súlyhatároknak. Nagyon nagy szeretettel beinvitálok benneteket az autó belsejébe. Ez egy nagyon-nagyon átgondoltan megtervezett autó. Itt a német cégcsoport körülbelül 2 évig fejlesztette ezt a modellt. Gyakorlatilag ebbe az autóba hátul rendelkezünk egy keresztbe lévő franciágynak. Most egy főre van csak az ágy alakítva, mivel a fürdőszoba az ki van nyitva. Ez a fürdőszoba, ez le fog liftezni, teljesen eltűnik, de először gyertek, megmutatjuk nektek, hogy mekkora fürdőszobánk van az autóba. Tehát a zuhanykabin le fog ereszkedni, és ebből lesz teljes értékben használható a hátsó francia ágy. Ez az igazi Transformers camperben. Igen, ez a német fejlesztő mérnököknek egy nagyon nagy ötlete volt, és hozzá kell tennem, hogy Stuttgartba nagyon sok díjat elnyertek evel az autóval, tehát most egy nagyon-nagyon keresett autó a piacon, ami kicsi, kompakt, és minden funkcióval rendelkezik. Hozzáteszem, hogy ebbe az autóba is egy ugyanilyen Hubert rendszerű, tehát egy ilyen mozgatható ágyal találkozunk. Ebben a modellben ez az ágy meg is található. Hangsúlyozom, hogy ugyanilyen felépítményű autóba lehet kérni ágy nélkül, akkor egy sokkal nagyobb térrel rendelkezünk, egy nyitott térrel, meg egy kis pakolórendszerrel, és ezt az ágyat ezeknél a típus autónál kérhetjük úgy, hogy ez egy kétfős, de kérhetjük csak egy főre is, és akkor itt egy nyílt terünk van, és csak egy plusz ágyunk. Megmutatom nektek, hogy működik ez az ágy. Ugyanaz a rendszer, mint az előző a legelső Weinsberg lakónknál, tehát iszonyúan nagy ágy, ez egy 150 centis széles ágy, a hossza, csak satszolom, az körülbelül olyan 170 centi lehet. Panorámablakokkal, nyitható tetővel, én azt mondom, hogy minden igényt kielégít, sőt, mi több ebbe az autóba szatellitrendszerünk van tévével, úgyhogy ugyanúgy két felnőtt egy gyereknek tökéletesen megfelel ez a típus, és ez egy nagyon-nagyon óriási nagy fejlesztés, hogy egy ilyen kis karosszériába, egy ilyen kis felépítménnyel egy ilyen csodálatos nagy teret tudtak építeni. Kényelmes asztal, egy picit furcsán van kitalálva, hogy le kell lépni, de mivel a karosszéria alacsonyan van, és egy magasabbra van a felépítmény, felépítve, csak így tudták ezt összehozni. Ennél a típusú lakóautónál, akár Weinsberg vagy akár Knaus felépítményen, a Volkswagen a 150 lovas modellét használja, viszonylag jól felszerelve, automata vagy manuális váltóval. És azért itt belül érezni a műanyag felépítmény előnyét, hogy szélesebb egy kicsit itt belül, igen, mint... Igen, én úgy gondolom, hogy ezek az autók sokkal, de sokkal tágasabbak. Azt hozzáteszem, és a kedves nézőknek elmondjuk, hogy a lakóautóba akár campervan, custom wagon, vagy akár félintegrált, integrált, vagy szemi-integrált autóknál
egy milliméter is nagyon sokat számít. Tehát, hogyha mondjuk egy 6 vagy egy 636-os autó között érezzük a különbséget, bemegyünk egy 6 méteresbe, és utána átmegyünk egy 636-ba, akkor az a 36 centi a sokkal, de sokkal nagyobbnak érezhető, mint önmagában valós 36 centi. Röviden összefoglalva, mi az előnye ezeknek a műanyagos félintegrált integráltaknak a Kastenwagenhez vagy a Campervanekhez képest, és fordítva, mi az előnye a Campervannek a műanyag felépítményesekhez képest? Tehát én azt mondom, hogy műanyag felépítés autóknak, amiket úgy hívjunk, hogy félintegrált vagy integrált autók, azért azok nagyobb teret biztosítanak, sokkal kényelmesebb hosszú távon benne lakni, de általában az emberek preferálják, hogy kempingbe legyenek. Sokkal nagyobb a tér. Nyilvánvaló ez akkor jön elő, amikor hideg van, esik az eső, és nem tudunk sok időt a lakóautónk előtt kint a szabadba lenni, hanem egy zárt térbe vagyunk, akkor a felépítmény autók azok nagyon nagy előnnyel rendelkeznek, mert sokkal kényelmesebben, tágasabb helyen, előnyösebben tudunk benne mozogni. A Kastenwagen Campervaneknek, mint ahogy eleinte is mondtam, a kompaktságuk miatt jelent egy nagy előnyt, hiszen fémautókról beszélünk, én úgy gondolom, hogy azért egy picikét a felépítmény autókhoz képest biztonságosabb közlekedés szempontjából, nem utolsó sorba fogyasztás szempontjából, és azokat az autókat inkább úgy érzem, hogy a sportolók, meg azok az emberek, akik gyorsan el akarnak jutni egyik helyről a másikra, azok fogják előnybe részesíteni. A nagyobb felépítésű autókat, meg azok a kedves ügyfelek fogják használni, akik hosszabb távra terveznek egy kempingben maradni, egy-két hétig, utána esetleg egy másik helyre, tehát úgymond nem utaznak folyamatosan az autóval, hanem egy picit megpihennek egyik helyen, utána egy másik helyen, és a tágasabb, meg a nagyobb kényelmet preferálják, vagy esetleg ötön vagy haton utaznak, mert ugyebár a felépítmény, félintegrált, integrált autók, azok léteznek 5 személybe, meg léteznek 6 személybe is. És árban. Most ez nyilván nehéz egy árat mondani, hiszen baromi széles ársávban vannak ezek az autók, de árban van nagy különbség a... Gondolom a Kastenwageneknél sokkal inkább ki kell találni minden millimétert, mint a nagyobb félintegráltaknál, de ez jelentkezik árban is, vagy hogy alakul? Én azt mondom, hogy a körülbelül az ilyen 100 000 eurós nagyságú campervan felépítmény integrált, félintegrált autókba nincsen nagyon különbség az árba. Tehát az igazi luxus félintegrált, integrált, személyintegrált autók, azok már a 100 000 euró fölött vannak, a Kastenwagenek, Campervanek, azok maximum 100-120 000 euróig terjednek. 100 000 euró fölött már a nagy MAN típusú felépítményre való Campervanek, Kastenwagenek vannak, és általában azok már 6-80-as hosszúsággal rendelkeznek, és általában, ami 100 000 euró fölött van, azok már 4x4-es autók. Tehát ebbe a 70-100 ezer eurós közötti bruttó, eurós közötti nagyságrendbe a két autó között nincsen különbség. Tehát nem jellemzi azt, hogy mondjuk egy Kastenwagen jóval drágább, mint egy félintegrált vagy egy integrált. Itt nyilvánvaló, hogy meghatározza a típus, a modell, a gyártó, az évjárat, sok más minden. És gondolom, itt az árak halatán sokan bedőltek az íróasztal mögé. Mi az a belépő ár, amiért valaki mondjuk egy új ilyet vehet? Most a használtabban nem mennénk bele, mert ott azért nagyon függ az életkortól, hogy milyen állapotban vagy évek, de mondjuk egy új esetében hol lehet belépni ebbe a Kastenwagen témába? A Kastenwagen témában én úgy érzem, sajnos 2021 és 2023 között történt egy nagy áremelés, ami összességében minden, ami körülöttünk van, tapasztalható. Egy normális Kastenwagen, egy közép márka Kastenwagen, most ne beszéljünk márkákról, bruttó áron körülbelül olyan 60 ezer eurótól kezdődik. Ezért az árért egy picivel gyengébb márkájú félintegrált integráltakat is lehet kapni. Én azt mondom, hogy most
2023-ban a reális árak, nézve most a német piacot, hiszen ő a legnagyobb piac, a Custom Wagen-eknél olyan 65-70 ezer eurótól van, max. 100 ezer euróig, a félintegrált, integrált, szemintegrált autókba a közép és a belépő márkák ugyanilyen árba megtalálhatók újonnan. Nyilvánvalóan használt piac az úgy alakul, ahogy alakul, ott több lehetőségek vannak, de abban nem is érdemes most belemenni. Oké, hát köszönjük szépen ezt a körbevezetést, és ha valaki ilyenben gondolkozik, keresett téged nyugodtan a témában? Igen, igen, én hivatalosan Knaus-Weinsberg gyár részéről is Custom Wagen, egy campervan specialistának vagyok minősítve. Az utóbbi körülbelül 10 évben csak is kizárólag ilyen típusú autókba élünk. 365 napból mondhatom, hogy több mint 200 napot télen, nyáron, tavasszal, ősszel ilyen autókba töltjük az életünket. Szakmailag nagyon-nagyon sok mindenbe tudok segíteni, és hát nyilvánvaló, hogy mi forgalmazunk is ilyen autókat, úgyhogy mindenbe állunk a kedves vásárlók, vendégek, érdeklődők. Túraszervezésbe is benne vagyunk, nagyon sok olyan helyet ismerünk itt Európán belül, ahol esetleg snowboardozni, vízisportolni, biciklizni lehet, akár bivakolni, akár kempingekbe, úgyhogy szakmailag minden kedves vásárlónak, ügyfélnek, érdeklődőnek mindenféle felvilágosításban szívesen tudunk adni tanácsot. Oké, köszi szépen, és hát lehet, hogy a következő részt majd valami offroad, ilyen kinti, kempingezős, bringázós témába fogunk. Igen, én ezt már pár éve pecegtetem neked, úgyhogy nagyon nagy szeretettel örülnék, hogyha akár ezt az autót, meg bármelyik másik autónkkal kettesbe el tudnánk utazni egy-két közeli bivakos helyre, egy jót biciklizni együtt, ez számomra egy nagyon nagy öröm lenne, és akkor még jobban ki tudjuk majd elemezni, vesézni az összes apróságot, ami rejlik egy ilyen típusú autóba. Oké, rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. További szép napokat, és jó sportolást, jó lakóutazást mindenkinek.